A 17. kerületért Egyesület és a Rákosligeti Polgári Kör tagjai, számos szülő, valamint Rózsahegyi Péter önkormányzati képviselő és Dunai Mónika országgyűlési képviselő is részt vett a Hátai téri játszótér helyreállítási munkálataiban. Egyesek a festésben, mások a talajt borító fenyőkéreg újratöltésében, vagy a faültetésben segítkeztek szeptember 21-én. Tereprendezés, csiszolás, eszközfestés és facsemete ültetés. Szeptember 21-én délután szorgos kezű gyermekek és felnőttek lepték el a Hátai teret, ahol a 17. kerületért egyesület szervezésében játszótér szépítésen vehettek részt az érdeklődők. Az elmúlt évben volt egy pályázatunk a Városliget, illetve a Népkertben, egy szabadidős program, sporttevékenység, játék az ott lakó fiataloknak, a telepen lakó fiataloknak, és abból a pályázatból maradt néhány tízezer forintunk, és ugye azt elvileg, ha nem használjuk el, vissza kell fizetni, és akkor fordultunk az önkormányzat felé, hogy visszafizetés helyett inkább használjuk fel hasznos dolgokra. A munkafolyamatból Rózsahegyi Péter is kivette a részt. A kerületrész önkormányzati képviselője elmondta, miért is volt időszerű Rákosliget legnagyobb játszóterének a felújítása. Egyrészt azért, mert a 17. kerületért egyesület ajánlotta fel, hogy a nála lévő festékmennyiség és szerszámok arra várnak, hogy jó célra hasznosítsák őket. Másrészt most Rákosliget 119. évfordulóját ünnepeljük, és mi szeretünk munkával ünnepelni. Például, hogy jobbítsuk, szépítsük a közösségi tereket, éppen ezt a játszóteret. Rózsahegyi Péter kiemelte, a korszerűsítési folyamat további részeként a csúszdát lezárták, és hamarosan lebontják, helyet adva az új eszközöknek, köztük egy a gyermekek körében közkedvelt fészek hintának is. Az önkormányzati képviselő utalt rá, a Fakkároly téri játszótér is megújul a közeljövőben. A Hátai téri gyermekjátszó megszépítésében Dunai Mónika, Rákosmente országgyűlési képviselője is részt vett, akinek rákosligeti lakosként személyes kötődése is van a helyszínhez. Nagyon fontos, hogy ne csak az állam, ne csak az önkormányzatok, ne csak egy-egy iskola, hivatalos szervezetek tegyenek a közösségért, tegyenek a helyi környezet megóvásáért, hanem egyesével is az emberek, a családok, és lehet látni, hogy nagyon sok pici gyerek van, neveljük rá a gyerekeinket arra, hogy közösségben élünk, hogy a családban és közösségben élni jó, és tegyünk is azért. Az eseményen továbbá számos szülő és a Rákosligeti Polgári Kör tagjai is segítkeztek, akik több facsemetét is elültettek a területen.